Hiába a tiltakozás a parlament elé kerül a civil törvény, a kormány szerint a jogszabályt nem Soros Györgyre írták. Normális életet élne, ezért visszavonul a politikától Sallai R. Benedek, azt mondja, eddig bírta. Rendkívüli választás lesz Nagy-Britanniában a nyáron, a döntésnek valamennyi politikai oldal örül. És gyerekverésre tanítja a szülőket egy könyv, amely részletesen leírja, hogy hogyan kell jól ütéssel fegyelmezni. Jó reggelt kívánok, ez az ATV híradója 6 órakor, köszöntöm Önöket! Hiába a tüntetések, az utcára vonuló tízezrek, ma mégis a parlament elé kerül a civil szervezetek működését szigorító törvényjavaslat. Az igazságügyi államtitkár szerint a törvényt nem Soros Györgyre írták, de az ellenzék ezt nem így látja. A fideszes Répási Róbert szerint az Egyesült Államokban még szigorúbb a szabályozás. Sok ezren tüntettek múlt szerdán a civil szervezetek működését szabályozó új jogszabály tervezete ellen. A törvényjavaslatot a terrorizmus és a pénzmosás elleni harcra hivatkozva nyújtották be vezető fideszes politikusok. Ennek lényege, hogy a külföldről kapott évenkénti 7,2 millió forintot meghaladó támogatást a bíróság felé kell jelezniük a civil szervezeteknek. Most az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága tárgyalta a javaslatot. A szocialisták teljesen elutasítják az új jogszabály tervezetét. Ezt a törvényt vissza kellene vonni, mert ha nem, akkor az a civil függetlenség, ami jellemző volt Magyarországon a civilekre, nem az elmúlt 2-3 évről beszélek, az előtti időszakról, akkor ez meg fog szűnni. A Jobbik ugyan szükségesnek tartaná a civil szervezetek működését szabályozó törvény módosítását, ám a most tárgyalt jogszabály szerintük nem erről szól. De mondják már meg nekem, hogy akkor, hogyha ennyire le akarják gázolni Gyuri bácsit, akkor egyébként miért nem akasztottak meg nyakába egy vagy több büntetőeljárást? Az LMP szerint is vissza kellene vonni ezt a törvényjavaslatot, ám ehelyett csak egy ponton módosítanák a jogszabályt. Hogy egyszerűen fogalmazzak, a külföldi szót államira cseréltük. Mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy a Fidesz kinek osztogatja a pénzt, a közpénzt itt Magyarországon. A fideszes Répási Róbert szerint viszont nem olyan szigorú a törvény, mint például az Egyesült Államokban. Abban a pillanatban, amikor valaki mondjuk fellép Washingtonban a megfelelő törvényhozónál elkezd lobbizni, akkor ide a mellére van írva, hogy ő egy külföldi ügynök. Na most ezt ez a törvényjavaslat legalább nem teszi. Az igazságügyi tárca államtitkára szerint ez a törvény nem név szerint Soros Györgyre íródott. Ez akár egy Oroszországból származó támogatásra is vonatkozó korlátozás jelent, sem pedig az a széleskörű értelmezés, ami alapján azt lehetne mondani, hogy itt a civil szférának bármifajta korlátozásod lenne, ugyanúgy működhetnek tovább azzal a megjelöléssel, amit a törvény előír. Köszönöm. Az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága, az MSZP és a független Kéz Zoltán ellen szavazatával a parlament elé utalta a törvényjavaslatot, amelyhez péntek délutánig lehet módosító javaslatokat benyújtani. Nem tart attól a választási mozgalmat szombaton meghirdető Gulyás Márton, hogy kifáradna a mostani tüntetés hullám. Erről a Sándor Palota megdobálása miatt elítélt aktivista beszélt az Egyenes Beszédben. Gulyás Márton szerint hamarosan kiderül, hogy a mozgalomból kinő-e tartósan valamilyen politikai törekvés. Az aktivista azt mondta, ez az egész túlmutat már a CEUN és a civil törvény elleni tiltakozáson. Szerinte ennek az elégedetlenségnek és haragnak előbb-utóbb tényleg konkrét politikai követelései lesznek. Én azt gondolom, hogy azért, hogy végre legyen olyan plurális, demokratikus közéletünk a parlamentben, ami egyébként dukálna ennek az országnak, az szükség van arra, hogy mindenki a valós társadalmi támogatottsága az leginkább közelítő módon legyen reprezentálva a parlamentben. Tehát egy arányosabb, egy ilyen lőbb választási rendszer kell, és ez alatt nem csak az eljárásjogi törvényeket értem, nem csak konkrétan a törvényszövegnek a megváltoztatását értem, hanem azt is, hogy az esélyekben is legyen egyenlőség. A CEU körül kialakult helyzet és az elmúlt hetek tüntetés hulláma határozta meg a parlament napi rendelőtti felszólalásait kedden. A szocialista Tóth Bertalan szerint a volt Soros ösztöndíjas Orbán Viktor ma már képtelen elviselni, ha valami nem tőle függ. Szél Bernadett pedig azt mondta, hogy a Fidesz életre keltette a félbemaradt szocializmust. A Jobbikos Száva István szerint a Fidesz félrebeszél a CEU ügyében. Hiába kértük Jánost a múlt héten, hogy ne írja alá a CEU törvényt. Tóth Bertalan szerint az öregedő Fidesz hadat üzent a fiataloknak, az egyetemeknek, az Európai Uniónak és a civil társadalomnak is. Kezd betelni a pohár, az emberek átlátnak a szitán.
Pontosan látják, hogy itt két világ áll egymással szemben. A tudás világa áll szemben a lopás világával. A teljesítmény világa áll szemben az urambátyám világgal. A demokraták világa áll szemben az ostoba önkény és a hazug elnyomással szemben. A szabadság szerető emberek világa áll szemben a Fidesz világával. Egy szabad országban élünk, Magyarország demokrácia. Dömötör Csaba szerint mindenki elmondhatja a véleményét, szervezhet tüntetést, és mint fogalmazott, pöröghet hajnalig az oktogonon, ha úgy tartja kedve. Majd hozzátette, óriási különbség az MSZP kormányzásához képest, hogy most nem kell félni, hogy a rendőrök ráülnek valakire, vagy bezárják, mert békésen tüntetett. A szólás és a gyülekezés szabadsága, tisztelt képviselő asszony, azonban nem jelent felhatalmazást az erőszakos cselekedetekre. Nem jelent például felhatalmazást arra, hogy középületeket, műemlékeket rongáljanak, mint ahogy az egyre jobban elborult Gulyás Márton tette. Sokaknak fizket most a tenyere. Én is azt gondolom. Az LMP társelnöke szerint főleg azok elégedetlenek, akik 2014-ben bizalmat szavaztak a Fidesznek. Azoknak a választóknak, akik abban reménykedtek, hogy a megújuló oktatásra szavaznak. Az egészségügyre, egy működő egészségügyre számítottak, meg a szuverenitásunknak a tiszteletére. Önök sajnos ezeket az embereket egytől egyig átverték. A Jobbik úgy véli, a Fidesz kettős kommunikációt folytat a CEU ügyében. Az a gond, hogy törvényes vagy, az a gond, hogy törvénytelen. Ha fontos a törvényesség, akkor miért baj, hogy az Alkotmánybíróság fog ebben a kérdésben dönteni? Tisztelt képviselő! Magyarországon a törvények uralkodnak. Magyarországon mindenkinek be kell tartani jogszabályokat, akármennyire magyar vagy külföldi, akármennyire gazdag. Mindenkire ugyanúgy vonatkozik. Kósa Lajos azt mondta, lehet menni tüntetni, de azzal elterelik a figyelmet az igazi problémáról. Mint mondta, például arról, hogy majd Brüsszel miatt emelkedik a villamosenergia ára. Csak nem 250 ezer forinttal csökkenti Szabó Szabolcs tiszteletdíját Kövér László, mert az együtt politikusa a Lex CEU megszavazásakor egy szirénázó hangos beszélővel tiltakozott, amit a teremőrök vettek el tőle, írja a 24.hu. A házelnök azért döntött így, mert szerinte a szirénázás sértette az országgyűlés tekintélyét. Alkalmas volt arra, hogy megingassa a ház munkájába és annak szakszerűségébe vetett közbizalmat. Kövér László szerint az akció magában hordozta a szélesebb körű rendbontás veszélyét is. Szabó Szabolcs túlzásnak tartja a büntetést, mivel szerinte ez véleménynyilvánítás volt. Az együtt politikusa most jogászokkal vizsgálja, hogy milyen lehetőségei vannak a döntéssel szemben. Visszavonul a politikától Sallai Róbert Benedek, az LMP országgyűlési képviselője. A politikus az Indexnek azt mondta, már nem indul a jövő évi választásokon. Hozzátette, benne a föld privatizáció idején szakadt el valami. Mint fogalmazott, nem látja, hogy mivel lehet felkelteni a közügyek iránti érdeklődést, hanem ezzel. Mióta politizál, vegzálják az egyesületét, szétesik a gazdasága és a családjára sincs ideje. Szerinte a Fideszt nem lehet leváltani 2018-ban, utána pedig hiába fogy el, mint mondta, az ellopott uniós pénz. Orbánék a politikai hatalmat átváltják gazdaságira. Az LMP társelnöke megérti Sallai R. Benedek döntését. Benne volt a pakliban, hogy Sallai Róbert Benedek nem lesz képviselő 18-tól. Én örömmel vettem azt, hogy csinálja a titkári feladatait, és a kampányban is segítségünkre lesz. A helyzet az az, hogy egy ötfős frakcióban politizálni az meglehetősen nagy leterheltséggel jár. Emberileg abszolút meg tudom érteni. Magyar Állami Bank hiteléből is lehet fizetni a Magyar Állam letelepedési kötvényeit. A kötvények jegyzése ugyan már lezárult, de becslések szerint nagyjából 1000 ügyfél még nem fizette ki a kötvényeket, a fejenkénti 300 ezer eurót. Ők kaphatnak most hitelt az MKB-tól. Legalább 31 milliárd forinttal száll be a letelepedési kötvényüzletbe az MKB, állítja az Index újságírója. Szerinte a letelepedési biznisz azért is kockázatos, mert átláthatatlan, és kezdetben az állam is ráfizetett. Olyan egzotikus offshore paradicsomokban bejegyzett cégek voltak az ügynökök, amelyekkel kapcsolatban szintén voltak kifogások, és az egész történetet átlengte egyfajta korrupciós kockázat, bizonyos politikusok választhatták ki azt, hogy kik vehetnek ebben a programban részt, volt ennek egy földrajzi felosztása, melyik ügynökcég melyik országban forgalmazhatott. Szerinte egy-egy ügyfélen akár 60-70 ezer eurót is lehetett keresni. Az MKB egy racionális ötlettel szállt bele ebbe a programba,
hiszen emögött a letelepedési kötvény mögött magyar állampapír van, ami egy nagyon jó fedezet. Az MKB egy pénzügyi szolgáltatónak nyújt hitelt, most elsősorban kínai ügyfeleknek minimális kockázat és 4%-os eurókamat mellett, ami jó üzletnek számít. Ezt a hitelezési gyakorlatot a KDNP szóvivője nem kommentálta. Az MKB üzletpolitikájáról az MKB-t kell megkérdezni, az nem a mi dolgunk. A szóvivő szerint ma már Magyarország stabil lábakon áll, és egyre kevésbé szorul külső forrásokra. Ezért nincs szükség a letelepedési kötvényre. Viszont Juhász Péter azt mondta, hogy most már azért nem lehet ilyen kötvényt venni, mert egyre többen azt kérdezték, kihez, milyen hátterű cégekhez kerül a rengeteg jutalék. Vérlázítónak tartjuk, hogy egy olyan konstrukciót, ami eleve valószínűsítetően a korrupcióra épült, és arra, hogy egyébként fideszes zsebekbe vándoroljon, úgy tűnik, hogy akár 100 milliárd forintnyi tétel is, azt most még egy hitelkonstrukcióval is megtámogattatja az állam. Juhász Péter megismételte, épp a letelepedési kötvény alkalmas arra, hogy ellenőrzés nélkül bárki bejöhessen az országba. Nincs olyan mozzanata, nincs olyan összetevője ennek a letelepedési magyar államkötvény forgalmazási kereskedelmi történésnek, ennek az egész üzletnek, ami kicsit is rendben lenne. Még akkor sem, hogyha ezúttal úgy néz ki, hogy egy már magántulajdonba került, korábban állami tulajdonban volt kereskedelmi bank, az MKB bank vonódott ebbe, bevonult be ebbe a bizniszbe. A jogvédő szervezet a parlament gazdasági bizottságával szemben egyébként pert nyert. A bíróság kötelezte a testületet, igaz csak egyetlen cég esetében, hogy adja ki a közvetítő vállalkozás engedélyezése közben keletkezett iratokat. Ezt azonban Ligeti Miklós szerint halogatja a bizottság. Előrehozott választásokat tartanak Nagy-Britanniában, ezt Theresa May jelentette be. A brit kormányfő a voksolást június 8-án rendezné, és az a célja vele, hogy növelje a konzervatívok alsóházi többségét a Brexit tárgyalások előtt. A lépésnek az ellenzéki pártok is örülnek. Váratlan bejelentést tett a brit miniszterelnök a kedd reggeli kormányülés után. Theresa May a Downing Street 10 előtt közölte. Előrehozott választásokat szeretnek írni másfél hónapon belül. Nagy-Britannia elhagyni készül az Európai Uniót, és ez a folyamat már visszafordíthatatlan. Ellenfeleink szerint olyan csekély kormány többséggel bírunk, hogy azt hiszik, rábírhatnak bennünket a programunk megváltoztatására. Ha nem tartunk most választásokat, akkor ez a politikai játszmájuk tovább folytatódhat, és nehéz helyzetbe hozhatnak bennünket az Unióval történő tárgyalásokon, mondta May. A konzervatív miniszterelnök nem titkolta. Azt szeretné, ha a jobb oldal megerősödne a parlamentben. May, aki tavaly nyáron vette át a kormányfői tisztséget, azt is egyértelművé tette, hogy elégedetlen a kormányzati és a törvényhozási körökben tapasztalható széthúzással. A miniszterelnök aggódik amiatt, hogy az ellenzék befolyásolhatja a londoni kormányt a Brexit tárgyalásokon. A munkáspárt vezetője üdvözölte az előrehozott választások tervét. Itt a lehetőség, hogy a brit nép szembeszálljon ezzel a kabinettel és a bukott gazdasági programjukkal. A konzervatívok politikája miatt alulfinanszírozott az oktatás, az emberek pedig bizonytalanságban élnek, mondta Corbyn. A jelenlegi kormányzati ciklus csak 2020-ban érne véget. A felmérések szerint a konzervatívok 15-20%-os előnyben vannak a baloldallal szemben, a harmadik helyen pedig 10% körüli eredménnyel az euroszkeptikus UKIP áll. Ez a lépés teljesen érthető. Ha 20%-os fölényed van a felmérésekben, akkor megragadod a lehetőséget, ahelyett, hogy üldögész egy csekély többséggel, mondja ez a londoni férfi. A választások kiírására még a parlamentnek is rá kell bólintania. A tervek szerint May szerdán nyújtja be az alsóházban a javaslatot, amelynek elfogadásához kétharmados többség kell. Konkrét gyerekverési tanácsokat írnak le egy szülőknek szóló nevelési tanácsadókönyvben. Külön fejezet foglalkozik azzal, hogy mit és hogyan csináljanak, ha kezet emelnek a gyerekükre. Az amerikai keresztény szerző könyve 3 éve kapható Magyarországon. A szabályozás hiánya miatt azonban mostanáig nem tűnt fel senkinek. Egy édesanya vette észre és írt megdöbbenve a könyvről a blogjában. Alkalmanként soha ne üssünk 3-nál többet, mindig beszéljük meg a gyerekkel, hogy hány ütést fog kapni, kézzel üssünk, ne fakanállal, mindig 4 szem közt történjen a verés, és a végén mindig öleljük át a gyereket. Ilyen és ehhez hasonló tanácsokkal látja el a szülőket a Magyarországon is kapható amerikai könyv.
Egy általunk megkérdezett gyermekpszichológus azt mondja, nem tud elképzelni olyan helyzetet, amikor ebből a viselkedésből tanulna valamit a gyerek. Semmiféle hatása nincs ennek arra, hogy a gyerekben hogy rögződik az, hogy mi az, amit rosszul csinált. Az marad meg benne, hogy van egy személy, akitől félni kell, és hogy ez a személy, akitől egyébként ő függ, az érzelmileg mennyire összezavarja őt, hogy most nem tudja, hogy ugyanattól a kéztől, amelyik megöleli, várhat-e bármikor egy pofont vagy egy fenékrehúzást. A nevelési célzatú könyvben külön fejezet foglalkozik a veréssel, annak ellenére, hogy Magyarországon 12 éve a legszigorúbb szabályozás van érvényben a gyermekbántalmazással kapcsolatban. A 600 oldalas mű egy része tehát bűncselekmény elkövetésére is ösztönözhet. Magyarországon 2005. január 1-e óta zéró tolerancia van a gyerekbántalmazás minden formájával szemben. Korábban csak a kínzó megalázó bánásmódot tiltották, azóta a testi fenyítés minden formája ezzel a tilalom alá esik, ami azt jelenti, hogy egy gyereket se fenéken, se arcon megütni, se megcsapni, se pofont adni neki nem lehet. Azt, hogy Magyarországon ma mi jelenik meg egy könyvben, semmi sem szabályozza. A felelős kiadónak kell elkölcsi és büntetőjogi felelősséget vállalni a kiadványáért. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke szerint, mivel nincsen szabályozás, ezért előfordulhatnak minőségi problémák. Ma Magyarországon nagyon sok szakmához végzettséget kötnek, a mi szakmánknál sajnos ilyen nincs. Tehát bárki, aki úgy gondolja, hogy könyvet szeretne kiadni, ezt Magyarországon megteheti. Igen súlyos gondjaink vannak ezzel kapcsolatban, ezért valóban nagyon-nagyon sok megkérdőjelezhető tartalma és minőségű könyv kerülhet a piacra. Kerestük a könyv kiadóját, de az interneten található telefonszám nem volt elérhető egész nap. Próbáltunk az egyik terjesztővel is beszélni, de őt sem értük el. A 444.hu még tudott vele beszélni néhány napja. Nekik sugárzóan nagyszerűnek nevezte a könyv egész mondani valóját, és többször is megjegyezte, hogy a Bibliában benne van, hogy a testi fenyítés megengedett. Anonim módon az interneten kérhetnek segítséget kettő mindazok, akik bántalmazó párkapcsolatban élnek. Magyarországon minden héten meghal egy nő családon belüli erőszak miatt, és ugyanezért minden hónapban meghal egy gyermek is. Egy óriási pofon, vagy csak a folyamatos szidalmazás, ellenőrzés, már ez utóbbi kettő is kimeríti a családon belüli erőszak fogalmát. Évente magyar keresések és bejegyzések, kommentek közül 10 000 születik párkapcsolati erőszak témában. Ez pontosan azt jelenti, hogy legalább egy darab ilyen említés érkezik az internetre óránként, ami, ha belegondolunk, nagyon-nagyon sok. Egy friss kutatás szerint ráadásul az elmúlt másfél évben több mint 27%-kal nőtt az ilyen típusú keresések száma az interneten. Ezért is érezte fontosnak az Ökumenikus Segélyszervezet és a Telekommunikációs Vállalat, hogy egy olyan weboldalt indítsanak, amelynek segítségével többet tudhatnak meg a bántalmazásokról, de segítséget is kérhetnek. A cél nyilvánvalóan a megelőzés lenne, de hogyha a dolog mégiscsak valamilyen szinten megtörténik, akkor a felvilágosodás, a segítségnyújtás a másik célunk ezzel. Az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai az anonim módon beérkezett megkeresésekre két napon belül válaszolnak majd. Hiába anonim a dolog, de emberekkel foglalkozunk, nagyon súlyos emberi problémákkal. Tehát mi törekedni fogunk arra, hogy az a stáb, aki ezt a munkát végezi, az minden támogatást megkapjon tőlünk. A pszichológus szerint a bántalmazás kezelése azért is nagyon nehéz, mert sokan gyakorlatilag fel sem ismerik, hogy bántalmazó kapcsolatban élnek. A segítségkérést pedig egyenesen kínosnak, szégyellnivalónak érzik. Nagyon sokszor anyagi kiszolgáltatottságban élnek, tehát valóban ilyenkor nagyon nehéz, és hogy abban kell elkezdenünk gondolkodni, hogy milyen olyan erőforrások vannak, amit tud mobilizálni, akár hogy ki tudja őt a környezetben segíteni. Senkár Éva azt mondja, a párkapcsolati erőszakkal kapcsolatban egy össztársadalmi szemléletváltás szükséges, amelyben az áldozathibáztató gondolatok hangsúlyos jelenlétét kell elsősorban csökkenteni. A Real Madrid jutott a Bajnokok Ligája elődöntőjébe, miután hosszabbítás után 4-2-re legyőzte a Bayern München csapatát. A királyi gárda sikerét beárnyékolja, hogy a meccset vezető Kassai Viktor hadható segítsége is kellett a sikerhez. Az első meccsen idegenben 2-1-es előnyre tett szert a Madrid, így ők várhatták bizakodóan a visszavágót. A Bayern azonban jól felkészült, és 78 perc elteltével már hosszabbításra álltak, hiszen a bajorok vezettek 2-1-re.
7 perccel a vége előtt jött az első nagy tévedése a magyar bírónak, amikor második sárgalappal kiállította Vidát, aki egyértelműen a labdát rúgta el egy szerelésnél, így a müncheniek emberhátrányban várták a hosszabbítást. Kassai második óriási bakia már a ráadásban volt, amikor megadta Cristiano Ronaldo óriási lesgólját, amivel el is döntötte a továbbjutás sorsát. A híradó után néhány perccel kezdődik a Start, Krug Emiliával és Kárász Roberttel, és hogy milyen témákkal készültek már, azt mindjárt elmondja Kárász Robert. Jó reggelt, szia Robi, kik jönnek hozzátok ma reggel? Jó reggelt kívánok, szia Anna! Hát mi is eldöntöttük a továbbjutásunknak a sorsát, hogy a te szavaiddal vagy az utolsó mondatoddal éljek a tegnapi mérkőzés apropóján. Első vendégünk, bár félve mondom, mert tegnap is jelentősen promoztuk Gréci Zsoltot, ugye a DK szóvívőjét, aztán nem jött el. Szerintem elaludt, de bízunk benne, hogy ma már sikerül felébrednie a Wecker órájára, és már úton van ide, tehát ő lesz az első vendégünk. A parlamentből való kivonulásra szólította fel egyébként az ellenzéki pártokat, nekik ez különösképpen nem tetszett, de majd természetesen másról is kérdezzük a szóvívőt. Aztán Emília vendége lesz, Kordás László, hogy hogyan módosul majd a munkatörvénykönyve, és hogy rosszul járhatnak-e majd a munkavállalók a következő időszakban. Emília megpróbálja majd többek közt ezekre a kérdésekre is megtalálni a helyes, mindenki számára elfogadható és tetsző választ. Szintén Emiliához érkezik majd Mesterházi Attila, az MSZP országgyűlési képviselője. Ahogy láttam már kint a sminkszobában, Emília nem csak úgy készül a mai adásra, hogy szépen elkészítik, megcsinálják a frizuráját, amit egyébként nem kellene, mert annélkül is nagyon szép, és a sminkjét is felhelyezik az arcára, hanem rengeteg kérdéssel készül majd Mesterházi Attilához. Az én vendégem lesz majd Szél Bernadett, az LMP társelnöke, aki többek közt arról is kérdezek, hogy mit szól ahhoz, hogy Salai Róbert Benedek tulajdonképpen 2018-tól búcsút int a politikának, de itt lesz nálunk Komáromi Zoltán, házi orvos, aki természetesen egészségügyi kérdésekről is kérdezni fogunk, a többit meg majd elmondjuk fél óra múlva, Anna. Rendben van, köszönöm szépen, Robi. Most tehát ezekkel a témákkal indul a Start. Én friss hírekkel legközelebb 7 órakor várom önöket, addig is legyen szép a reggelő, viszontlátásra!